Köszöntöm a Költség Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták. A mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Leveleken tartott testnevelési órát és bemutatóedzést a világbajnok Erdei Zsolt. A tenerifei edzőtábor után már hazai környezetben készül az OB-ra Barna Bianca. Kézilabda kapusképző szakmai napot tartottak az újfehértói sportcsarnokban. Rekordlétszámú részvevő volt a 30. nyíregyházi nyuszi futáson. Levelek vendége volt az ökölvívó világbajnok Erdei Zsolt, aki a Gárdonyi Géza általános iskola diákjainak mesél sportágáról és pályafutásáról. Amennyi felkérést kapok, annyinak megpróbálok megfelelni. Van egyébként úgy éves szinten egy ilyen 8-10 olyan edző, aki rendszeresen visszahív a saját megyébe, vagy a saját városába, a saját esetlegesen településébe, hogy ott tartsak egy ilyen közönségtalálkozót, vagy egy közös edzést a gyerekeknek általános iskolákban, testnevelési óra keretén belül, és ezek általában jól szoktak sikerülni. Mindig van neki foganatja, tehát van egy-két gyerek, aki ilyenkor jelentkezik boxolni, és ott a hosszú távon azért maradnak is meg belőle. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennek nagy jelentősége van jelen pillanatban, hiszen a magyar ökővásban tudni kell, hogy a óriási a lemorzsolódás, és az utánpótlással nagyon hadilábon állunk, úgyhogy az utánpótlást most fel kell turbózni. Én meg, mint egy ilyen egyedüli fecske járkálok az országba, és mondom, a felkéréseknek felelek meg, de valójában ezt azért egy programba kéne szedni, és annak alapján kéne járni az iskolákat, behozni minél több gyereket, és nem feltétlenül az ökölvás miatt mondom ezt, hanem azért, hogy a gyerekek sportoljanak, és egy kicsit leszakadjanak az internetről, és ne csak az okostelefonjukat bújják. A sportágat általában a szülők választják, nem a gyerekek, legalábbis először. Te mit tudnál mondani egy szülőnek, miért vigye le egy boxterembe a gyerekét? Azért, hogy a gyereknek legyen egy tartása, legyen, tehát nyilván ez erőt, állóképességet, koordinációt, mozgáskoordinációt tanít, és levezeti az agressziót. Tehát szerintem a legfontosabb szerepe a bunyónak az, hogy sokan tévhitbe vannak, hogy pont ellentétesen működik, mint ahogy sokan gondolják. Tehát itt, aki lejön boxolni, nyilván az alázatra, tiszteletre van eleve megtanítva, és aztán később megtanulja azt saját magától is, hiszen mindenkinél van erősebb. Úgyhogy mindazon túl, hogy az egészséges életmód az a sportban van benne, valamint a táplálkozásban, mi a sportot abszolút mértékben hozzá tudjuk tenni. Az ökővás egy olyan sport, ami minden izomcsoportot, minden izomzatot megmozdít, hiszen minden a kislába ujjától a feje búbjáig mindenre szükség van benne, és ezek a koordinációs gyakorlatok, azok pedig az életben is szükségeltetnek. Tehát, hogy aki elkezdi az ökővást, az nem csak fittebb lesz, és erősebb lesz, és jobb lesz a koordináció, hanem lesz egy olyan öntudata, egy biztonsági érzete, ami aztán az életben is kisegítheti bármilyen bajból. A Dávid Esti versenyző is részesei Erdély Zsolt leveleki látogatásának, nem véletlenül, hiszen van itt a Dávid Estinek egy leveleki fiók szakosztálya. Mikor alakult, hány versenyzővel vagytok itt jelen? 2019-ben alakult. Pontosan a Covid előtt alakultunk meg, félig ment a szakosztály, aztán jött a Covid, be kellett zárnunk, de hál' Istennek a gyerekek kitartottak, és újra tudtuk indítani a Covid után. Most egy olyan 17-20 gyerekkel mennek a folyamatos edzések, vannak hál' Istennek nagyon ügyes gyerekek, versenyzőink. A tavalyi évben az utánpótlás magyar kupán csapatban sikerült elhoznunk az U12-es korosztályban a legjobb csapatnak a járó külön díját. Vannak nagyon ügyes magyar bajnokaink, most április végén készülünk az utánpótlás kupára, és hát reménykedünk, hogy korosztályváltás van, de vannak nagyon ügyes gyerekek, úgyhogy jó reménységgel várjuk az előttünk álló versenyeket.
Hány településen vagytok jelen? Hál' Istennek, Levelekhez egy központ, és Magyról, Ófehértóról, Nyíltétről, Napkorról, Besenyődről járnak hozzánk gyerekek, úgyhogy hál' Istennek egy centrumot sikerült létrehoznunk, és nagyon sok meghívást kaptunk egyébként iskolai igazgatóktól, felbuzdultak a hirdetések miatt, és ezért már most az elkövetkező időben legalább egy 3 meghívást kaptunk az Erdély Zsoltra természetesen. Mennyire népszerű a mai fiatalok körében az ökölvívás, hiszen ez egy olyan sportág, ahol nem csak adnak, hanem kapnak is. Ez nagyon nehéz, de nyilván nekem szerencsém volt, mert 10 éves gyerekekkel tudtuk elkezdeni, és nem kellett őket rögtön bedobnom a mélyvízbe, volt időm felépíteni őket, most már ott tartunk, hogy a serdülő korosztályban megállják a helyüket egy jó menedzseléssel. Én úgy gondolom, hogy hát sikeressé tudjuk őket tenni, meg nyilván ez egy kiválasztó sport, tehát tudják, hogy itt adok-kapok van. Egyébként hál' Istennek én úgy gondolom, hogy Dávid Eszének nincsenek versenyző problémái. Milyen forrásból működik a klub, hiszen szükség van ringre, felszerelésre, kesztyűkre, sok mindenre. Igen. A legnagyobb támogatónk egyébként a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, a Sportszervezetek Országos Szövetségétől is kapunk évek óta támogatást, illetve amit meg kell, hogy jegyezzek, a Leveleki Önkormányzat nagyon sokat segít nekünk, például azt, hogy ingyen bérmentve idadja a sportcsarnokot, ez is egy óriási nagy segítség. Már hazai környezetben készült Barna Bianca, a nyíregyházi úszónő Urbin Tamás irányításával 3 hétig edzőtáborozott Tenerifén. Nagyon emberpróbál és nagyon kemény volt az a 3 hét, de szakmailag minden igényt kielégített, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudott előrelépni a Bianca is, és én is szakmailag úgy gondolom, hogy tudtam fejlődni. 3 hét azért már majdnem egy kis mikrociklus, milyen munkát tudtatok elvégezni, hogyan épült fel ez az időszak? Mi úgy érkeztünk oda, hogy éppen egy idézőjelbe könnyített hét kezdődött volna, amit mi egy kicsit keményebbre vettünk, és úgy csináltuk az egész ciklust, hogy a hazaérkezésünk volt a legkeményebb utolsó időszak, és most jön az, ami a jövő heti szerdán kezdődő bajnokságra egy ilyen finom hangolás formába hozás. Mindenképpen nagyon kemény 3 hetet nyomtunk, kondicionáló edzések, úszó-vízi edzések 25-ösbe, 50-esbe, bár én azt gondolom, hogy egy délutáni edzés már 3,5-4 órásra sikerült néha, engem ember próbáló volt. Az, hogy Bianca a legjobb magyar úszókkal készült, te pedig a legjobb magyar edzőkkel dolgozsz együtt, gondolom nem csak a medencébe, illetve a parton kamatozódik. Én nagyon-nagyon büszke vagyok rá is, és a csapatra is. Nem kell többet mondanom, a magyarok közül ott volt a Milák Listóf, ugye a Márton Ricsi és Senánszki Petra a Verrasztó Evelin, tehát a női vonalon is ott voltak a legnagyobb felnőttek, illetve hát érkezett a Jakabos Zsuzsa, a Szabó Sebastian. Emellett külföldiek, az olasz válogatott, német válogatottból cserélődtek a csapatok, Chad Leclos-val találkoztunk, nagyon közvetve és nagyon jó hozzáállású úszó. Én úgy gondolom, hogy ez is óriási lökést adhatott. A másik bizony, belenéztünk a szakmai munkába, főleg edzőként, ugye ott maradva két hullámba edzettünk, úgy volt a pályabeosztás, az ifik és az ifi korúak voltak az első hullámba, felnőttek második hullámba, és ott maradtunk, ugye a felnőttek munkájába volt belelátásunk, hát lehetett tanulni. Mi az elvárás Biancával szemben az OB? Magyar OB, ugye még ez nem az ő korosztály, ő még ifi, sőt, most úgy halljuk, hogy a jövő évben is a 2006-os lányok maradnak az ifi korcsoportban, ez nekünk lényegesen jobb. Felnőtt bajnokságon szintúszó kvalifikációs verseny már az ifjúság Európa bajnokságra. Én nagyon szeretném, ha egy, de legalább két számban B, illetve A szintet tudnánk úszni, 100 mellen, 200 mellen. Az 50 mell az mindig egy lutri szám, bármi közben jöhet, de ott se kizárt. Én úgy gondolom, hogy ha egy vagy két számom át szintet tudunk úszni, akkor a maradék kvalifikációs verseny meg lesz a többi is. Egyébként mekkora csapattal utazik a Nyíregyházi Sportcentrum Kaposvárra? Terveink szerint 7 vagy 8 versenyzőt szeretnék indítani, főleg az egyéni és a váltószámok miatt is, hiszen tavaly is váltóban volt 6. helyezésünk, ami ebben a mezőnben nem rossz.
négy leányversenyzővel számolunk, ugye hazajön Amerikából Dóri, Hadházi Dóri, aki elmondása szerint nagyon jó formában sokat edzett kin, 15-én érkezik, lesz 2-3 nap átállása, és utána ő is jön velünk, a csapata itt utazik. Lányok közül még Stankovics Anna, a Barna Bianca és a Molnár Kittivel számolok, illetve a fiúmezőnyből úgy szeretnénk a fiúkat vinni, hogy legyen azért a váltóra olyan, akit számíthatunk rá, Honu Gyuszira gondoltunk, Barkóczi Rolira, esetleg a Ceglepeti tud nekünk segíteni. Felnőtt korosztályos verseny, minden évben eddig 5 éve érmet szereztünk, éremmel akarunk hazajönni most is. Egy 3 hetes edzőtábor után már ismét hazai medencében készülsz. Ha a színedet nézzük, le se lehetne tagadni, hogy Tenerifén volt, de nyugtass meg mindenkit, hogy nem csak napozásra telt az idő. Igen, egy 3 hetes edzőtáborban vettem részt az edzőmmel, Urbin Tamással. Nagyon nehéz volt, így az utolsó másfél hét már nem esett annyira jól, és úgy nehezen viselte szerintem mindenki úgy rajtam kívül is, de úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtem ez alatt a 3 hét alatt, és mindenképpen a hasznomra fog válni a felnőtt bajnokság alatt. Milyen körülmények között tudtatok készülni? Nyitott medencében úsztunk, egyébként nagyon-nagyon jó medencének nyilván, hogyha így mindenki így az úszók közül, illetve teljesen felszerelt konditerme is volt, szerintem a felkészülés így nagyon jól alakult. A válogatott tagjaként voltál kint, inspiráló ilyenkor, amikor egymás ellen úsztok? Azért a nagyobbakkal, mint Milák Kristóffal, Kapás Boglárkával így nem tudtunk együtt edzeni, így inkább a saját korosztályommal úsztam együtt, de igen, voltak olyan feladatok, amiket együtt csináltunk meg, és így szerintem jó volt látni, hogy mások hogy edzenek. Az edzések mellett jutott még idő valamire? Hétvégenként városnézésre, illetve a Tejdére, egy vulkanikus hegységre tudtunk felmenni, ami szerintem egy nagyon jó élmény volt. Jövő héten kiderül, hogy ez a rengeteg befektetett munka mennyire kamatozik. Milyen számok élveznek majd előnyt a Kaposvári OB számodra? Nyilván a 3 mellúszó szám lesz, ami elsődleges, de azon belül is inkább a 100 és a 200 mell, amiből nagyon szeretnék ifjúsági Európa-bajnokságon majd részt venni. Amikor legutóbb beszélgettünk, még egy picit távolinak tűnt az országos bajnokság, most már viszont látótávolságban van, jövő szerdán kezdődik Kaposváron. Milyen állapotban, milyen felkészültségi fokkal várod az OB? Ez majd jövő héten kiderül. Azt gondolom, hogy amit tőlünk telt, azt megtettük, hogy minél jobban sikerüljön ez az országos bajnokság. Még így vacilálunk a versenyszámokon, hogy jönne legjobban ki, hogy tudnánk a legjobb eredményt elérni, mind az egyéni számok tekintetében, mint pedig a váltókkal kapcsolatban, úgyhogy majd jövő héten meglátjuk. Gondolom azért vannak olyan számok, amelyek prioritást élveznek. Így van, ugye most már legalább egy éve az 50 gyors is előtérbe került, emellett az 50 mellett is megtartottuk a fő versenyszámként, de úgy maradunk az 50 gyors talaján az olimpia miatt. Ezen a bajnokságon már lehet kvalifikációs szintidőt úszni. Jelent ez valamilyen nyomást, nem csak neked, ugye a többieknek is, vagy pedig inkább feldob benneteket? Mivel nekem az 50 gyors, ez egy viszonylag új szám, igazándiból azt tűztük ki célul, hogy tényleg lépésről lépésre szeretnénk haladni, semmit nem szeretnénk sietetni, és azt gondolom, hogy még nem feltétlenül tartunk ott, hogy egyelőre abba gondolkozzunk, hogy ezen az OB meg lehet-e az olimpiai szint, próbálunk építkezni, és a végére oda kerülni. Lehet azt mondani, hogy rutinos versenynek számít, azt egy ilyen többnapos versenyen fel kell építeni, tehát azért gondolom nem mindegy, hogy elsőt úszod, vagy már 12-et. Számomra ez mindig érdekes, mert mielőtt idejöttem Nyíregyházára, azelőtt tényleg csak az egyéni versenyszámokra koncentráltam, és nem úsztam váltószámokat az előző egyesületemben, viszont itt tényleg halomra úsztuk a váltószámokat, és ez nagyon inspiráló is számomra. Úgyhogy kicsit nagyobb terhelésben vagyok benne az elmúlt másfél évben így az országos bajnokságokon, de nagyon élvezem, és azt gondolom, hogy eddig sikerült is minden. Éremért, vagy egy jó időért utazol Kaposvárra? Mind a kettőért, de elsősorban mindig időbe gondolkozunk, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Kapusképző szakmai napot tartottak Újfehértón, ahol a korábbi válogatott kézilabda kapus Farkas Andrea és Pasovics Melinda gyakorlati, illetve elméleti foglalkozásokat tartott 20 fiatal számára.
A Pastrovics Melindának ilyen kapusedzője voltam Siófokon. Úgy alakult a Melinda élete, hogy neki is lett szabad kapacitása, és akkor találtuk ki ezt a traveler coaching, tehát ez az utazó edzőt, hogy tulajdonképpen nagyon nagy szükség lenne a kapusok szakmai képzésére, és hogy lett rá időnk, hogy elmenjünk az ország különböző pontjaira, és ez találkozott az igényekkel, úgyhogy nagyon örülünk, hogy tulajdonképpen most a sokadik megyébe járunk, és nagyon nagy az érdeklődés, és ott, ahol nincsenek akadémiák, és a srácok, lányok, tehát ez a 12-18 éves korosztály nagyon sokat tud ebből profitálni, egy nagyon érdekes és izgalmas napot szoktunk nekik tartani, ami nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Valamikor az volt a divat, hogy minden labdajátékban a legkevésbé ügyes gyereket állították a kapuba. Gondolom most már nem így van, nem specifikusan kellene legalábbis képezni a kapusokat. Ha belegondolunk abba, hogy milyen óriási szerepe van a kapusoknak a mai kézilabdában, akkor látjuk, hogy 50% fölött kell védeni, amihez nagyon erősnek kell lenni, akár mentálisan is. Tehát most ezt azért emelem ki, mert most már 5 éve mentáltréner is vagyok. Először a kapusaim miatt kezdtem el, de most már azt látom, hogy nagyon nagy szükség van, főleg az utánpótláskorú kapusoknak a segítek az elakadásaikban, vagy a céljaik elérésében. És közben kapnak egy gyakorlati edzést is, ahol rengeteg inspirációt gyűjthetnek, fejlődhetnek, hibát javítunk, és mellette beszélgetünk egy kicsit fontos témákról az elméleti részen, amit én tartok, ezek a célokról, az önbizalomról, a magabiztosságról, minden olyan témát érintünk, amit a kapusok szeretnek, és amiből tudnak profitálni. Ha nézünk egy kézzel a meccset, láthatjuk, hogy egy védés legalább akkora örömet okoz a szurkolóknak és a kapusnak, mint egy szerzett gól, viszont a gyerekeknél a góllövés jelent az örömöt. Mi kell ahhoz, hogy valaki szívesen beálljon a kapuba? Elsősorban elhivatottság, hiszen hogyha a legnagyobbakat nézzük, akkor mindegyik saját maga indítatásából állt kapuba, tehát nem mezőnyjátékosként kezd, hanem rögtön kapuba állt. És emlékszem, hogy annak idején nekem is nagyon örültek, mert senki nem akart beállni a kapuba, és én rögtön ezt választottam. Tehát szerintem, aki szereti ezt, és nem fél a labdától, az ugyanolyan öröm kivédeni egy zicsert, mint mondjuk egy gólt lőni. Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valakiből jó kapus legyen? Azt hiszem, hogy nagyon erősnek kell lenni mentálisan, tehát ugye ezt el kell tudni viselni, hogy így a csapatsportágon belül egy kicsit egyéni játékos is, tehát mégiscsak ő kapja a gólt, még akkor is, hogyha azt mondják, hogy ez nem a tiéd volt, de ezt tudni kell gyorsan feldolgozni, nem sokáig tartani magába, hanem kiadni. Ruganyosnak, tehát elasztikusnak kell lenni, ezen kívül technikailag ki kell tudni játszani a labdát, gyorsnak kell lenni azon az 5 méteren, és egy igazi, azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb az, hogy egy karakter legyen, egy határozott, irányító, vezető képességű, igazi karakter. Említetted a mentális felkészítést, a kézilabda a kapusok helyzete abból is speciális, hogy gyakorlatilag általában hárman vannak egy csapatnál vetélytársak, de mégis együtt kell dolgozniuk erre, hogy lehet felkészíteni a gyerekeket. Ez a csapatsportágon belül ez egy kis csapat, akiknek együtt kell működni. Egymás segítve, egymás buzdítva, mégis ugye ott van az a rivalizáció, hogy nyilván ő szeretne játszani többet. Ezt valahogy úgy kell megoldani, hogy egymás segítve, és mégis kiegészítve. Tehát nagyon sok típusú kapus van. Valakinek ez megy jobban, valakinek az. Tehát itt simán megfér akár 2-3 kapus is. Tudni kell ezt így feldolgozni és segíteni egymást. Itt Újfehértől a nap felénél vagyunk, milyenek az eddigi tapasztalatok? Mi nagy örömmel jöttünk ide, egyrészt azért, mert én nekem vannak nagyon szép emlékeim Kisvárdáról, egy évet voltam a kisvárdai női csapatnál kapusedző, sőt, még vannak nyíregyházi emlékeim is, amikor itt játszottunk nagyon sokszor selejtezőt, és a Bújtosi csarnokot megtöltöttük. Nagyon szerettünk ide jönni, mert egy nagyon jó helyszín, egy nagyon szép komplexum, ahogy ez is, ugye látszik, hogy van úszoda, szauna, nagyon szép csarnok, nagyon jól felszerelt, és nagy az érdeklődés, úgyhogy mi ilyen helyszínre nagyon szívesen jövünk mindig.
költői a kérdés, hiszen egy kapus képző táborban vagyunk, de mégis mennyire fontos a kézlabdában a kapusok külön speciális képzése? Eszméletlen fontosnak tartom azt a mai kézilabdában, hogy a kapusnak kiemelt, tehát úgy gondolom, hogy a csapatjátékon belül egy nagyon-nagyon fontos kulcs szerep az irányító és a kapus poszt. Tehát a két, úgy gondolom, legintelligensebb, legokosabb, legtöbb információt muszáj befogadniuk, tehát folyamatosan kell fejleszteni magukat, kontrollozni, agykontrollozni. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit már szerintem gyerekkorban meg kell, hogy kapjanak a kapusok. És rengeteg olyan helyszín, nekünk most már azért úgy sikerül több helyszínre jutni így országosan, ugye megyei szövetségekkel fúzionálva, akár tényleg ilyen alkalmanként, hogyha ha tudunk, akkor jövünk. Rengeteg olyan fiatal kapus látok, akiben nagyon nagy potenciál van, de jelen pillanatban nincs lehetősége kapus képzésre, mert nincs kapusedzője, vagy keveset tudnak vele foglalkozni. Én azt gondolom, ha mi ezzel az egy-két ilyen alkalommal hozzá tudunk adni egy picit az ő fejlődésükhöz, akkor mi már nagyon örülünk. Nyilván ez egyelőre egy ilyen úgymond tesztidőszak, tehát nem olyan régen indult ez be ez a dolog, viszont úgy tűnik, hogy most már egyre jobban működő, és tényleg nagyon sok helyen, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk ezzel kapcsolatban, hogy van rá igény, és szeretnék a folytatást. Itt fiúk és lányok is vannak, mennyiben kell másképp foglalkozni a fiúkkal és a lányokkal ebben a korban? Igazából megmondom őszintén, hogy nekem nagyon kellemes meglepetés, én mindig lányokkal foglalkoztam, és rá kell győjek, hogy a fiúk könnyebbek, de összességében van különbség, persze. Figyelembe kell venni nagyon sok minden élettani különbséget, vagy igen, tehát élettani körülményeket is elsősorban, hiszen a fiúk hamarabb érnek sokszor, tehát más jellegű munka kell nekik, de alapvetően én azt gondolom, hogy a fiúk és a lányoknál a képzésben magában nem igazán tér el maga a módszertan. De én nekem nagyon pozitív, tehát én nagyon most kezdtem el ebbe az évbe foglalkozni fiúk, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket vélek felfedezni, és nagyon tetszik a munka velük is, ugyanúgy, mint a lányokkal. Azt szokták mondani, hogy kapus minél idősebb, annál jobb, és láthatjuk, hogy nemzetközi szinten tényleg 40 körül is védek, még mind a hölgyeknél, mind a férfiaknál. Ebben a korban 14-15 évesen ki lehet már szúrni, esetleg a gyerekeknél, hogy az átlagosnál több tehetség szorult beléjük. Innentől a 15-18 éves korig azért már lehet látni, hogy ki az, akiben komoly potenciál van. Itt nagyon sok minden máson múlik is az, hogy ezt ki tudjuk-e hozni belőle, elsősorban ő saját magából. Nyilván a segítségünket, ha meg tudjuk, mert adjuk neki, és ha elfogadja, de igen, én azt gondolom, hogy itt már azért lehet látni, hogy kiben lehet, akár tényleg, hogyha egy adottságban nézett genetikát, hozzáállás, nekem nagyon-nagyon fontos a tehetséghez hozzátartozik az attitűd, a hozzáállása. Tehát, hogyha a mentalitása nincs meg annak a kapusnak, és nem 120%-kal szeretne ő a legjobb lenni minden egyes edzésen, minden egyes alkalommal, azt nagyon nehéz, tehát azt nem lehet fejleszteni. Igazából nagyon kevés, hát sajnos olyan gyerek van, aki tudatos ebben a korban. Talán ezért is jó ennek a képzésnek a célja, és így összekötve Farkas Andrea kolléganőmmel, hiszen egy nagyon sok olyan dolgot tudunk tudatosítani bennük, akár ebben az időszakban, ami nem biztos, hogy elhangzik egy-egy, tehát a saját klubukban, vagy a saját nem hallják olyan sűrűn, és rá tudunk világítani arra a lényegre, hogy igen, ha te ezt szeretnéd csinálni, ebből szeretnél a legjobb lenni, akkor tegyél bele minden nap, minden egyes percében, órájában maximumot, és akkor fogsz tudni előre jutni. Én úgy gondolom, hogy nekünk már az a cél, hogyha minél hosszabb ideig tudja a pályafutását élvezni, akkor nekünk már megérte velük dolgozni. Szombaton zsúfolásig megtelt a Nyíregyházi Atlétikai Centrum csarnoka. A 30. nyuszi futáson mintegy 1500-an teljesítették a 400 méteres távot. Farkasinszky Orsolya először anyaként a nyuszi futása, ha minden igaz, viszont 30 éves ez a rendezvény. Részt vettél rajta valamikor gyerekként? Annak idején igen, akkor még a stadionban rendezték, tehát gyerekként mi is részt vettünk már jelen, igen. Most egyértelmű volt, hogy most már gyerekekkel jöttök? Természetesen a fia már most óvodás, úgyhogy mondtuk neki, hogy most már lehet itt az ideje kipróbálni, pláne, hogy atlétikára is jár egyébként, úgyhogy egy kicsit hazai környezetben mozog. Ugye, aki ismer benneteket, tudja, hogy abszolút sportos a család, a kosárlabda tölti ki a család életét, megy majd tovább a gyerekek révén is, ez a vonulat már, mint a sportra gondolok, a kosárlabda nem biztos.
A sportot mindenképpen szeretnénk, mert azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon fontos dolog, különösen az, hogy versenyszerűen sportolni, hiszen nagyon sok olyan dolgot megtanulhat, amit egyébként azt gondolom, hogy csak simán az iskolapadban ülve nem. Az, hogy kosárlabda lesz-e, jelenleg tiltakozik ellene a fiam, de meglátjuk, mit hoz a jövő. Erdősi Erik egy babakocsit tolva érkezett a nyuszi futásra. Anyaként, nagymamaként, három generáció? Mind a három generáció itt van, igen, nagymamaként, mindkét unokámat, a legkisebbet babakocsiba, a nagyobbikat pedig a családi futásra mindenféleképpen, meg erre az egész rendezvényre. 30. ez az alkalom, mióta része az életednek a nyuszi futás valamilyen szinten? Gyakorlatilag amióta a sportcentrumnál dolgozok, ugye még annak idején még játszottunk, és még a stadionban, tojásdobáláson mindenféle, és szervezésben is részt vettünk, úgyhogy most pedig nagyon örülök, hogy már a legkisebbeket is el tudtam hozni. Nálatok is az élet meghatározó eleme a sport, ugye egy nagyon pici gyerekről és egy sokkal kisebbről van szó. Milyen jövőt képzelsz el nekik? Biztos, hogy sportolni fognak, legalábbis a nagyobbik az egyértelműen, de még nincs eldöntve, hogy mibe lesz tehetséges, röplabda vagy kézilabda, vagy bármilyen más sport. Én azt szeretném, hogyha amit ő igazán szeret, illetve szakemberek segítségével, amiben a legtehetségesebb lehet. Egy rendezvény szervezője általában azért aggódnak, hogy lesznek-e eleged, és hogyan érzik magukat. Hát itt körülnézzük, azt hiszem, nincs sok panaszra. Igen, most már nem aggódok, hiszen legalább 1500-on vagyunk itt a rendezvényen, és nagyságrenddel túl szárnyaltuk a tavalyi közel 1000 főt, és ezért is örülök annak, hogy szeretik a Nyíregyházi Sportcentrumnak a rendezvényeit. Csodálatos ez a csarnok, és fantasztikusan sok gyerek és felnőtt érkezett erre a rendezvényre. Én bízom benne, hogy a jövőben is így lesz, hiszen ezek a rendezvények bevezetett események, és jól érzik magukat, akik ide ellátogatnak. 30 éves ez a rendezvény, és már jó ideje nem kellett változtatni a programon. Ezek szerint ennyire bevált ez a rendszer? Hát igen, mert gyakorlatilag ugye a sportról szól, itt nem a versenyről a történet, és biztos vagyok benne, hogy amikor nagy pályán kint rendezzük meg, és jobb idő van, akkor széjjel csúszik egy kicsit a mezőny, de itt most teljesen körbeért az egész mezőny. Fantasztikusan sok óvodás, alsós és felsős is volt. A családi futásról meg nem is beszélünk, majd az ezután fog következni, azon meg teljesen nagy tömeg fog részt venni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!